Párizsi autószalonon a Renault standján állunk, és mindjárt menni is fogunk, mert hogy a Renault egy ilyen elég látványos és hosszú ívet húzott a múlt és a jelen és a jövő között. Ez a kocsi, aminek attól éppen hátat fordított a kamerával, ez egy Renault Type A nevű modell, egy 1898-as szerkezet, egy babakocsiszerű mindössze 200 kilós, hogy hívják, ez tényleg egy ilyen autózás előtti karbidlámpás borzadály. Aztán szalagféket hátul. Átfordulunk a másik oldalra, akkor már 168 km, nem tudom, per órás gondolom végsebességre képes csodálatosságot látunk. Van rajta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kipufogó végül, azt jelenti, hogy valószínűleg sor 8-as motor hajtja, de minket ez sem érdekel még annyira, mert ez is már a történelem, hanem nem. De én még meg akarom nézni. Jó, Attila meg akarja nézni. Úgyhogy akkor mondom közben, hogy ez 4825 köbcenti, 108 lóerő, és 170 km per óra volt a végsebessége tényleg, és 1600 kilót nyom, és 5 méter 20 centi, és egy igazi monoposztó, egy együléses szörnyűség. 7,5 kW-os motorral hajtott, 1020 kilós, 60 km per órás végsebességre képes elektromos jármű a történelemből. Itt vannak ilyen Clio-k, meg Megane-ok a másik oldalon, de ez minket most nem érdekel, mert ezeket mindenki ismeri, hanem hogyha visszafordulunk, akkor az EasyGo nevű tanulmányt láthatjuk, ezt már a Genfi Salonon is megnéztük februárban, úgyhogy ebbe sem megyünk be, meg ehhez sem megyünk közelebb. Ugye ez már egy robottaxi, tehát ez egy robottaxi koncepció, egy teljesen autonóm jármű, nincsen benne kormány, nincsen benne vezetési lehetőség, és persze nincsen még semmi közel a realitáshoz, ez az autó nem létezik, nem is lesz belőle ebben a formában semmi. Viszont ezt a koncepciót, az autonóm járművek koncepcióját vitte tovább a Renault is. A következő modell az Easy Ultimo nevű modell, amit most nem fogunk megnézni, azon átszaladunk, mert ez az igazi újdonság Párizsban, hanem ide majd visszajövünk, Attila, most egyelőre átmenjünk az Easy Pro koncepcióhoz. Az Easy Pro koncepció az legalább a harmadik, de talán inkább a negyedik változata annak az egykaptafára készült jövőképnek, amit mostanában láthatunk az autógyártóknál. Ja, és tényleg írták korábban kedves YouTube nézőink, hogy a koncepciószót kevesebbet használjam, hogy törekszem arra, hogy ne mondjak több koncepciót. Tehát minden koncepciótól mentesen, ez egy olyan koncepció, amely a Gördeszka elvén készült alvázról, önjáró alvázról, és a rápakolható különböző felépítményekről szól. Most egy vezetőfülkés kis furgon kabinos változatot láthatunk, mögötte pedig egy teljesen megint csak vezetőfülke nélküli önálló mozgásra képes, vagy hát nem képes, de majd a jövőben képes lesz verziót, ami most kávéstandként működik. Ugye az autógyártók úgy gondolják, hogy a jövőben, amikor úgyse lesz senkinek saját autója, és mindenki majd hátradőlve szeretne utazni, ahelyett, hogy vezetne, nem lesz jelentősége annak, hogy milyen technikai cuccok, milyen technikai különbözőségek vannak az egyes gyártók egyes modelljei között, tehát lehet majd csinálni mindenféle olyan motort, akkumulátort, hajtásláncot, ami képes kiszolgálni az igazán fontos dolgokat, a felépítményeket, a stílusos, dizájnos, érdekes, különbözőképpen berendezett és teljesen szabadon cserélhető felépítményeket. Ugye az ötletnek a szépsége, hogy nem lesz egy csomó feleslegesen álló a társadalom által legyártott gép, hanem a mozgásképes részek azok mindig tudnak szaladgálni, míg a mozgásképtelen felépítményeket pedig szükség szerint leteszik, vagy elviszik valahova, vagy ott hagyják, vagy új helyre szállítják. Na és akkor most átmehetünk az igazi újdonsághoz, az autonóm jövőautózásnak a Renault által megálmodott legújabb. Na mihez, Attila? Koncepciójához. Ez a Renault Easy Ultimo, ami arról szól, hogy a jövőben is lesznek gazdagok. Tehát a csóró városi egyennép az majd jön-megy az EasyGo-val, meg az EasyPro-val, esetleg a saját kis picike elektromos autójával, aki viszont nagyon gazdag lesz. A jövőben nem stretch limót fog bérelni, hanem ilyen önjáró, hogy hívják ott, aminek a kabinjában a faberakások, a márvány burkolat, és mindenféle egyéb értékes anyagok, bőrök, jó illatú cuccok vegyülnek egymással. Semmiféle. Igen? Bocsánat, a Nikonos bácsi, a Canonnal a kezelve. Igen, egy Nikon. A Nikon mellényes Canon-t használó bácsi feje fölött átkukucskálva. Benézhetünk a jövő luxusába. Ami nagyon tetszik, ez a kicsit retrós analóg rádióra, analóg zene dobozra emlékeztető kezelőfelületű és audiórendszer,
Nyilván itt is ilyen plüssburk alatú foteleket látunk, mint a Peugeotnak az új tanulmányában, hiszen a jövő egyik fontos hozadéka megint csak a plüss és a luxus és a retrós luxus. Ugye a ablak az természetesen minimális, egy ilyen rácsos linzen keresztül kell szemlélnünk a világot, majd a jövőben, ha gazdagunk leszünk, de ez nem is baj, mert ugye ez majd jótékonyan eltakarja a szegények szenvedését és az olajos hordókban lobogó, tábortüzek körül melegedő, ha elégtelenedett, gusztustalan látványát. Ez hát a Renault jövőképe, 120 év motorizációs tapasztalattal. Azért nem szeretnék a jövő autójában olyan gazdag ember lenni, aki a főhelyen ülve hátra utazik a menetiránynak, azonnal hánynék. Ez pedig az új Renault Kadjar, ami annyiban új, hogy egy erős faceliftet kapott. Mint informálisan megtudtuk a Renault helyi képviseletétől, sikerült egy kicsikét franciásabbá varázsolni ezt az eredetileg japán származású Qashqai eredetű autót. Még ami újdonság benne, az az 1.33-as benzinmotor, ami ugye Mercedes-szel Daimlerrel közösen fejlesztett kis motor, ugyanezt vezettük már az A-osztályos Mercedes-ben, és 140 lóerővel, tök kis motor, ezt a nagy testet is alig, hanem gond nélkül el fogja vinni. Találtunk egy diszplét, hála jó Istennek, ami megmutatja, hogy a Renault hogyan használja ezt a Daimler-Renault közös fejlesztésű 1.33-as négyhengeres benzinmotort, és ezek szerint a Renault-nál nem egészen olyan teljesítményszinten találjuk meg ezt, mint a más márkáknál, vagy a Mercinél. Tehát 140, 150 és 160 lóerős verzióban is bekerül a kocsikba, a Kadjarban 140 vagy 160 ló körül lehet majd választani. Szerintem ugyanilyen volt az előző is, nem? Igen, ezek a franciás kis okosságok benne vannak. Billenthető a hátsó ülés. Két oldalt tudunk belekapaszkodni a csomagtér fedélbe, ha nincs is elektromos mozgatás. Tanult kollégámhoz kell fordulnom. Attila, látsz te bármilyen különbséget az előző Kadjar műszerfalához képest? Talán ez a Sesmus másmilyen anyagból készült? Nem, de nem merek megesküdni. De az érintőképernyő is már hasonló volt, csak mintha lettek volna körülötte gombok, most meg már nincsenek többé. De ott vannak a gombok. Ezek itt lent? Nem, azok a gombok. Hát ezek ugye virtuális gombok. De maga a felület ugyanaz az Erling 2, mint amit eddig is ismertünk. A régiben nem milyen volt? De szerintem valahogy ismerősnek tűnik. Ja igen, igen. Hát mert ilyen van a Megánokban is, meg a Talizmánokban is, meg minden Renaultban. Na jó, ez most az újdonság, ennyit tudunk mutatni. Lesz majd új Clio, lesz majd új Twingo, de új Clio csak Genfben lesz, új Twingo pedig nekünk sose, mert a magyar piacon nem vezetik be ezt az új kis autót majd. Itt a vége, fuss el véle.